teljesen megtelt a Hunyadi Városi Közösségi Ház nagy terme tegnap délután, amikor Szemereiné Pataki Klaudiát fogadta Német Ernő újságíró. A Hunyadi Pódium tegnapi eseményén a polgármester a városrészt érintő legfontosabb témákról szólt. Ami a sláger téma, mindig ugye a közlekedés kérdésköre, de ebben ugye nagyon sokat léptünk előre. Eleve az, hogy az északi elkerülő elkészült, egy hatalmas levegőhöz jutott a város, de a Mátyás Király körút felújítása is folytatódik, erről is tudunk már beszélni. A Szolnoki út felújítása lezajlott, mellette most készülnek a kerékpárút felújításával már a kollégák. Szemereiné Pataki Klaudia azt is elmondta, hogy az intézmény hálózat prioritást élvez, az iskola már megújult, most pedig az óvoda és a bölcsőde felújítása következik. A polgármester stábunknak elmondta, Pászti Andrást jelöli a Fidesz-KDNP a 10. egyéni választókerületben. Továbbra is Pászti Andrásra számítunk a következő években, és szerintem ők is, legalábbis a visszajelzések azok. A Fidesz-KDNP csoportja részéről és a választmány részéről megtörtént a teljes egyhangú támogatása képviselő úrnak, úgyhogy remélem, hogy együtt tovább folytatjuk azt a dinamikus, lendületes munkát, amit itt végzünk évtizedek óta. Pászti András önkormányzati képviselő az elmúlt évek fejlesztései közt említette példaként a posta újranyitását, valamint a közösségi ház felépítését. Szeretném befejezni mi azokat a dolgaimat, amik félbe vannak úgymond hagyva, illetve jelenleg ezt a 21 fős tanácsadó testületet mi kiterjesztettük, most jelenleg egy 152 fős csapattal gondolkodunk együtt és tervezzük meg a következő fél év, vagy a következő fél éveket, éveket. Pászti András azt is megosztotta a jelenlévőkkel, hogy több tervük is célba ér rövid időn belül. Amit az adventi vacsorán kitűztünk célul, hogy a Teleki Pál téren egy pingpongasztalt állítunk föl, arra összegyűlt a forrás. Úgyhogy rövid időn belül föl fogjuk társadalmi munkába ezt építeni oda, illetve a Baross utcában sajnos az elmúlt években kipusztult 85 fa, és azt is arra is találtunk forrást, és fogunk fákat ültetni. Pászti András azt is elmondta, hogy egy bűncselekmény végére is sikerült pontot tenni. A rendőrség komoly munkájának köszönhetően megtalálták a Hunyadi szobor mellől ellopott szekérkereket.